ma este újra gitározni fogok, amit egyébként ritkán szoktam, hát nagyon sokat játszom, de úgy, hogy tényleg olyan dalokat, amik tényleg történeteket mesélnek el így, normális hangszeren, kvázi akkordokkal, tehát az ritka. Most készítettem egy olyan műsort, ami régi, új zenéim, új dalaim, és az Ion nevezetű zenekaromnak, a Romantic Biodark balladáinak egy ilyen kis csokra. Itt eleve van egy ilyen erős tartalmi, tehát egy ilyen emlékbázis, tehát inkább érzetek, szövegek, napló részletek, tehát nagyon sokfajta ilyen hatás, gondolat merül föl mindig egy témával kapcsolatban. Tehát az érzet születik együtt a zenével, tehát a szöveg nálam mindig olyan, hogy amikor sokszor eljátszok egy valamilyen témát, vagy egy valamilyen motívumot, akkor az elkezd egyszerűen valahogy így belekapaszkodni ezekbe a bizonyos emlékekbe, ezekbe az érzetekbe, napló részletek, film, nagyon sokfajta pici dolog, képek, fotók. Tehát valahogy így mindig így talál egy téma egy ilyen szilánkot valamiből, és akkor ezeket kezdem összegyűjteni, és amikor tényleg elindul egy dal, és így kezd így formát ölteni tartalmilag, akkor ezek a képek elég erős utat, tehát ilyen utat mutatnak abba, hogy hogyan struktúrálódjon, hogyan épüljön föl érzelmileg egy olyan dal, amit nagyon egyszerűen egy gitárral adok elő. Van egy központi téma, ami tényleg a személy, tehát minden egyes dal egy személy köré fonódik, aki épp egy bizonyos dologban van, ami egy olyan probléma halmaz, ami tényleg minden esetben így majdnem körbevesz az életbe, csak attól függ, hogy mennyire ragadjuk ki ezeket a pici állapotokat, amik nagyon mélyek is lehetnek, csak tudni kell megállni és megfogni. Nagyon érdekesek ezek a dalok, mert tényleg benne van ez az objektivizmus, tehát hogy kívülről nézi valakit, tehát önmagát elemzik ezek a dalok. Én csak egy közvetítő test vagyok, tehát ez a koncepció másik része, hogy megpróbálom ezeket úgy előadni, mint hogyha rajtam csak átfutna, mint egy csatornán. Tehát minden egyes dal egy átkattanás, egy másik személy be egy másik karakterbe, egy másik ilyen reflektáló és ilyen önelemző állapotban. Nagyon sokat hallgatom a Scott Walkert, tehát főleg az újabb, tényleg kísérleti zenei világai, azok nagyon megfognak, és így nagyon érdekelnek, és tényleg elemzem őket, és így nagyon szépen így be van épülve, így tehát hatással van rám. Ugyanúgy Sapenskin, ez az osztrák lány, tehát nagyon szerettem a szóló produkciókat, ahol tényleg egy ember próbál egy olyan energiát készíteni, ami egyszerűen így átsugárzik mindenen. És mellette meg a nagyon lendületes dolgok kezdtek el érdekelni. Tehát konkrétan például a Patka Rozsda nevezetű szegedi punk zenekar, vagy a Panel Surfers, tehát elég sok fiatal zenekart ismertem meg, és ott van egy ilyen nagyon jó elengedés, egy ilyen tényleg itt vagyunk, akik vagyunk, és így egyszerűen így rohanjunk bele, amibe bele kell rohanni. Mint a
ez a zöld íjász, vagy valamelyik, tudod, amelyik így előkerül, így elő egy nyilat, azt tuti betalál, aztán mindenki mehet a dolgára. Tehát kb. Így tudnám magamat jellemezni. Az én személyemben mindig van egy ilyen energetikai tényező, ez az, hogy hogyan reagálok, vagy hogyan mondjuk egy adott feladatra, tehát azt szeretik többen velem kapcsolatban, hogy mint objektív szem, tehát amikor egy nagy ilyen végjátékban van mondjuk egy lemez, vagy mondjuk egy színház, vagy bármilyen olyan dolog, akkor néha meg szoktam jelenni, és ez az objektív, nagyon könnyedén bele tudok helyezkedni egy munkába, egy szituációba, tehát nem kell végig járnom azt a két hónapos utat. Egyszerűen van egy ilyen pillanat megérkezésem, amit nagyon szeretnek így a alkotók, mert a példák azt mutatták, hogy mindig hozzá tudok szólni, át tudok lendíteni produkciókat, problémákon. Persze, hát jó volna nyilvánvalóan valamit így állandóvá tenni, de közben megtörténnek ezek a dolgok az én életemben, tehát zeneileg. Tehát engem ez vesz körbe. Nyilván fogok nyomatokat csinálni, de ami a saját zenémről szól, meg tényleg az, hogy meg tudjátok újra hallgatni azt a tracket, de ehhez tényleg egy olyan ilyen letisztulás kell, ami nálam még mindig tart. A régi nagy romantik biodark zenekar, az Ion, az újra működik, funkcionál, tehát rendesen koncertezik. Koncertezésnél vagyunk, tehát klubkoncerteket készítek, valahol, ami tényleg arról szól, hogy nagyon közel kerülni a közönséghez. Tehát kifejezetten azt nézni, hogy nem egy dalt jól előadni, meg nem tényleg egy dalt, nem a dalt nézni, nem a dal van a szem előtt, hanem tényleg az energetika, amit okozni tud, vagy ahogyan működik, ahogyan berezonáltat egy közeget. És ez például a Rose Influx mellett ez elindult és történik. Jönnek felé.